A Klauzál tér számomra sok szempontból ikonikus hely. A főépület itt a téren az most MVM-hez tartozik, annak idején a Démász épülete volt, és egy-két kollega is van, itt volt kollégám is, akivel találkoztam. Úgyhogy nagyon sokáig ebben az épületben dolgoztam. Szegedre jártam egyetemre is, itt a közelben a gazdaságtudományi karon pedig tanítottam is. Történelmet tanultam, közgazdaságtant, illetve közgazdasági tárgyakat tanítottam is Szegeden. És hát Hódmezővásárhely és Szeged kapcsolatára már Lázár János is felhívta a figyelmet, nem akkor, amikor azt mondta, hogy Szeged egy pangóváros, hanem amikor azt mondta, hogy a tramtrén az összeköti ezt a két várost, és ebben igaza van. Úgyhogy Hódmezővásárhely és Szeged kapcsolata most egészen biztosan kiváló. Én erre személy szerint is nagyon büszke vagyok. A szegedi városvezetéssel nagyon sok kérdésben együttműködtünk, és legfőképpen a legfontosabb kérdésekben pedig egyetértünk. Mielőtt azonban én egy kicsit részletesebben beszélnék néhány kérdésről, a mai napnak az egyik fő célját szeretném rögtön megejteni, nevezetesen, hogy két, a megyének a négy köré, szavazóköréből, az előválasztáson, vagy körzetéből, bocsánat, választóköréből, az előválasztáson az MMM-nek három körzetben is indul jelöltje, a negyedik Szabó Sándornak a körzete, a Szeged, illetve Csongrád-Csanád egyes körzet, ott Szabó Sándort támogatjuk, egyébként igazi verseny van ott is, mert Binszki József elindult a DK színeiben, tehát összességében itt is két komoly versenyző van. A másik három körben is van több jelölt, hál' Istennek, tehát lesz értelme az előválasztásnak. Ugye a négyes számú körben én vagyok a Mindenki Magyarország a mozgalom jelöltje, és elég sok párt támogat, de ott is van egy DK-s kihívó szerencsére, illetve van még kettő kör, és szeretném akkor sorban bemutatni. Először talán akkor menjünk visszafele a hármas körzetnek a kisteleki jelöltjét, aki Szentes, Csongrád, Csanytelek és nagyon sok más település, Felgyő tartozik ebbe a körbe, többek között tehát Kistelek is. Kisteleken Mészáros Gábor, Gábor kérlek gyere ide, Mészáros Gábor 2019. október 13-án egyetlen egy szavazat híján megverte a fideszes polgármester urat, úgyhogy ha ott nem csak összefogás lett volna, hiszen az tulajdonképpen megvolt, hanem egy kicsit jobban odafigyeltünk volna, akkor az a körzet abszolút nyerhető lett volna, az a város, az a település abszolút nyerhető lett volna. Most pedig az egész körzet nyerhető, hiszen ott még 2018-ban sem kapott 50%-ot Farkas képviselő úr. Tehát most az összefogás megteremti a lehetőségét annak, hogy ott ellenzéki győzelem szülessen, ugyanúgy, ahogy Szegeden a Csongrád-Csanád egyesben volt is. Nos, szeretném átadni akkor a szót Mészáros Gábornak, és még összességében hangsúlyozni, hogy ez a körzet, ez egy számunkra is nagyon fontos körzet, ott jelenleg három jelölt is van, a három jelöltből másik kettő az párt jelölt, mi azonban elhatároztuk, hogy a civileket igyekszünk támogatni és fölkarolni, nem utolsó sorban azért, mert mi Hódmezővásárhelyen megtapasztaltuk, hogy párt támogatással egy civil még könnyebben fogja tudni legyőzni a Fideszt, hiszen még a fideszesek egy része, vagy a bizonytalanok is nagyobb lelkesedéssel szavaznak egy civilre. Úgyhogy kérek egy nagy tapsot Mészáros Gábornak a 2019-es eredménye miatt is, és sok sikert kívánok az indulásra, az egy rövid bemutatkozásra át is adom a szót. Köszönöm szépen Péternek. Mészáros Gábor vagyok, kisteleki történész vagyok én is, és jelenleg tanárként dolgozom, miután ugye elhagytam a korábban 20 évig a polgármesteri hivatalban dolgoztam, és a választások után természetesen ott kellett hagynom a hivatalt, és elhelyezkedtem az eredeti szakmámban tanárként. Ahogy Péter is mondja, számomra a legfontosabb, hogy civilként indulhatok, függetlenként, nem pártámogatottként, és gyakorlatilag mi már hetek, hónapok óta járjuk a vidéket, járjuk a választókörzetünket, és azt tapasztalom, hogy az embereknek a többsége az már nem a pártokat szeretné szolgálni, hanem saját magukat, az embereket, az egyszerű embereket, és elsősorban civilként, civil fejjel gondolkodnak. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy Péter felkért, hogy a Csongrád-Csanád 3-as választókörzetben jelöltként induljak, és a Mindenki Magyarországát képviseljen. Ez a mai nap elsősorban Szegeden a Csongrád-Csanád 2-es választókörzetről szól, és nem az enyémről. Annyit szeretnék elmondani, mivel ilyen szép számban jelen vagyunk, hogyha az én választókörzetemből Szentes, Csongrád,
Mindszent, Sándorfalva, erről a környékről vannak itt, akkor nagyon szívesen várom őket a szűk és bővebb kampánycsapatomba. És természetesen, ami a legfontosabb, hogy az előválasztáson szeptember 18-26-ig, illetve a 2022-es választáson mindenkit invitálunk, hogy legyen ott, mert egyébként így győzhető le az a fideszes országgyűlési képviselő, aki 12 év óta a mi választókörzetünkben elvileg képviseli az embereket, valójában én Kistereken például egyszer se láttam ott fogadó órán, és egyszer se hallgatott meg szerintem senkit. Úgyhogy én örülök, hogy itt lehetek Szegeden egyébként, attól függetlenül, hogy szomszédos választókörzetben vagyok, és én azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk a szegediekre, mint ahogy Kossuth Lajos is büszke volt annak idején, és ennek a győzelem reményében átadnám a szót, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. És köszönöm szépen! És akkor most egy picit önökhöz sokkal-sokkal közelebb, ugyanis Szegednek az egyik fele, és az úgynevezett homokhátság, Mórahalom és vidéke, az nyilván Szegedet még közelebbről érinti. Itt hasonlóképpen van két kiváló pártjelölt is tudomásom szerint, ugye a Jobbik, illetve a Momentum párt képviseletében, és én pedig szeretnék önöknek bemutatni egy kiváló civilt. Az, hogy ki a Fidesz legyőzésére a legalkalmasabb jelölt itt, ugye itt úgy tudom, hogy a B nagy képviselő úr az, aki jelenleg képviseli ezt a körzetet, hát nyilván nem vagyunk teljesen megelégedve, ugye a képviselőnek önöket kell képviselni, és nem a pártot itt. Tudjuk azt, amikor éppen itt van itt egy nagyon kedves polgármester kollégám, akit szintén meglátogatott a helyi fideszes földes úr, akit nem is regnáló képviselő ráadásul, hiszen itt egyes körzetben Szabó Sándor a képviselő, és egy-egy ilyen látogatás egy polgármesternél az arról szól, hogy csak akkor kap támogatást, akkor lesz fejlesztés, hogyha befogja a száját, hogyha nem kritizálja a lopást. Úgyhogy mi azt szeretnénk, hogyha a képviselők azok önöket képviselnék a parlamentben, és nem a Fidesz képviselnék Szegeden. Én egy kiváló embert javaslok önöknek ebben a Csongrád Csanád 2. számú választókörzetben, Tóth Szabolcs személyében. Kérem, fogadják szeretettel! Ikonikus helyen állunk, és akinek a szobra itt látható, ezzel a mondattal kezdte a 48-as szabadságharc idején a toporzó beszédét, hogy Szegednek népe, nemzeten büszkesége. Azt gondolom, hogy aktualitása van most is hasonló gondolatoknak. A jelenlévőket, illetve akik később majd megnézik esetleg a felvételünket, mindenkit gyakorlatilag arra szeretnék buzdítani, és egyben toborzásra, harcra hívni a mostani rendszer ellen. Szükségünk van arra, hogy a most 10 éve kiépülő rendszert gyakorlatilag leváltsuk, és harcoljunk ellene. A minisztereink ellen pillanatban folyamatosan harcban állnak, éppen mikor kivel. Nagyon jó volt egy hét nyaralás után hazajönnöm és nem hallgatni magyar politikát, de az első este folyamán, hogy megnéztem a híreket, rögtön az a mondat jött szembe velem, hogy támad minket Brüsszel. Szerencsé, hogy nem a Mars támad, mert előtt, hogy ellenük nem tudnánk mit tenni. Jó? Én tanárként dolgozom, egy picikét készültem egy kis puskával. A gyerekek, hogyha ezt használnák nyilván számonkéréskor, akkor azt nem nagyon viselném jó szemmel, csak nem szeretnék fontos gondolatokat kihagyni, ezért egy kis vázlatot készítettem. Tóth Szabolcs vagyok, Csongrád Csanád megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületének a képviselő jelöltje, vagy az előválasztási jelöltje. Mint már Péter elmondta, néhány pártnak van már jelöltje ebben a körzetben. Szeretnék velük együttműködni mindenképpen, illetve hát szorosan össze dolgozva kellene szerintem a fideszes képviselőt majd leváltanunk áprilisban, a következő országgyűlési választáson. Szakmáim gyakorlatilag programozó matematikus, igazságügyi szakértő vagyok, informatikai szakterületen, illetve most már néhány éve szerkezetépítő mérnök és mérnök tanárként is dolgozom, itt a Szegedi Vedres Technikumban. Jó, azt hiszem elég, ha így fogalmazok, hogy Vedres, mert ezt azért sokan szokták ismerni, Szeged szerte legalábbis biztosan mindenki. Nekem az értékrendem szerint az első helyen mindig a család áll, és azt mindig szoktam is hangsúlyozni. A szakmáim mindegyikében gyakorlatilag megállom a helyem, én úgy gondolom az életben. Mindegyiket folytatom, és mindegyikben végzek tevékenységet. És amit még szoktam hangsúlyozni,
Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ne pártkatonák és ne a pártok döntései alapján hozzanak döntést a parlamentben lévő képviselőink, akiknek szerintem egyébként nagy része nem is méltó arra a pozícióra, amit betölt. Én úgy gondolom, hogy a képviselet szó az, ami nagyon fontos, és az embereket kellene képviselni, nem pedig a szűk érdekköröket, amit most gyakorlatilag a képviselőink megtesznek. Jó? Néhány aktualitás, ami Szegedre jellemző. Szerintem már régen-régen épülni kellene a harmadik hídnak, ugye ez mindenkit szerintem nagyon foglalkoztat. Ez nem csak Szegednek fontos szerintem, hanem a déli településeknek is, hiszen a Szegeden való átjutást nagymértékben gyorsítaná, hogyha meg lenne ez a híd. Gyakorlatilag a térségünknek, a kettes számú választókörzetnek a képviselője általában nemmel szavaz a híddal kapcsolatos fejlesztési lehetőségekre, és általában gátja, ahelyett, hogy támogatója lenne Szegednek ennek a fontos építményének az elkészülésének. Másik nagyon fontos dolog, ami ugye nemrégen történt, az egyetemnek a fenntartói modellváltása, ami szerintem teljes közvéleményt fölháborította, és én úgy gondolom, hogy a többségnek az volt a véleménye, hogy nem kell magánalapítványok kezébe adni az egyetemet, és nem kell a magánalapítványokba kiszervezni az államvagyonát. Gyakorlatilag fogalmazhatunk úgy is, hogy folyamatosan ellopják az államvagyonát, a gyerekeinknek, az unokáinknak a jövőjét lopják el, gyakorlatilag már nem marad számukra semmi ebbe a kis hazában, mindent magánkézbe adnak, mindent gyakorlatilag magánkézbe játszanak. A felső hatalom jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy teljesen kontrollmentesen végzi a munkáját. Hogy a három nagy pillér lenne véleményem szerint, aminek kontrollálni kellene a kormányt, hát egy független legfőbb ügyészség, legfelsőbb bíróság, illetve hát az alkotmánybíróság, de mindenütt olyan vezetők vannak ezekben a szervekben, akik nem függetlenül végzik a munkájukat, sajnos a kormány befolyása alatt működnek. Nagyon fölháborít általában az a dolog, hogy a plakány kampányokon a kormány propagandát harsogják állandóan. Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy ezzel próbálnak minket butítani a saját adófizetői pénzünkön. Én nem azért fizetek adót, hogy butaságokat olvassak a plakátokon. Nem azért fizetem az adót, hogy óriási stadionokat építsenek, amiben nagyon sok pénz valójában tényleg el lehet lopni, építészként mondva, borzasztóan túl vannak ezek a beruházások költségelve. Gyakorlatilag ezekből a pénzekből én azt szerettem volna az elmúlt 10 évben, hogy a kórházak épülnek, iskolák újulnak, meg utakat hozunk helyre, utakat építünk. Sajnos ezek nem nagyon valósultak meg, úgyhogy ez egy részemről komoly kritika. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy elinduljak és azt mondjam civilként, hogy tenni akarok, tenni szeretnék valamit, azért, hogy ne ezek a beruházások folytatódjanak, hanem az embereknek valóban fontos, és az embereket kiszolgáló épületeket, utakat, infrastruktúrát hozzunk létre. Még annyit szeretnék most itt elmondani, hogy a tszabolcs.hu nevezetű weboldalamon nagyon sok információt megtalálnak, mind rólam bemutatkozó anyagként, mind pedig célokról, programokról lehet ott majd olvasni. Próbálok majd a közösségi médiában is most már kicsit jobban jelen lenni, és akkor kérem, hogy ott is esetleg kövessenek, és támogassanak minket, esetleg most is akár aláírásukkal, és nagyon szívesen vennénk, hogyha minél több követőnk lenne a Mindenki Magyarországa mozgalomnak. Jó, még néhány gondolat, és utána hagyom, visszadom majd a szót Péternek. Tehát amit meg szoktam még fogalmazni, nagyon fontos lenne, én úgy gondolom, hogy az országunkat vissza kellene fordítani a demokrácia felé vezető útra. Nagyon nehéz, és pár év alatt nagyon nehéz, és szinte nem is lehet szerintem visszaállítani azt, amit 11-12 év alatt most, hát hogy mondjam, elpusztítottak. Mind a társadalomnak a hatásait, mind a gazdasági hatásokat, mind a demokrácia lerombolását nehéz lesz visszafordítani, de ez a fő cél, és erre kérek most mindenkit, hogy ezzel a céllal fölvértezve kövessen minket. Az MMM-nek a jelmondata csak felfelé, ugye ez egy teljesen jó jelmondat, és ez gyakorlatilag teljesen összhangban áll ezzel a gondolattal, amit elmondtam most, a demokrácia felé vezető útra kell terelnünk az országot. Saját jelmondatom pedig az lenne, hogy a parlamentbe pártkatonák helyett szakembereket ültessünk, akik valójában a való életben elért eredményeik alapján ténylegesen tudnak képviselni minket, engem, önöket, a hétköznapi normális családokat. És nem földesurakat kell kiképeznünk, és nem önkényurakat kell a kormányzatban viszont látnunk. Tehát szakembereket a pártkatonák helyett a parlamentbe.
Zárásként még egy utolsó gondolat, hogyha 48-as szabadságharc kapcsán kezdtem a mondandómat, akkor ugye a szomszédos városunk Hódmezővásárhelynek egy korábbi polgármestere és képviselője azt mondta, hogy minden ember annyit ér, amennyie van. Na most a 48-ban született nagyon híres miniszterünk Baross Gábor azt mondta, és én mindenképp vele értek egyet, hogy minden ember annyit ér, amennyit a közjavára tesz. Azt gondolom, hogy ezt az utat kellene követnünk, és ebbe az irányba kellene az országot terelni. Jó? Ezúttal még egy utolsó gondolat, szeretnék gratulálni itt, amely nyilvánosságot kaptam, Szilágyi Áronnak a zsinórban a harmadik aranyérméhez kardvívásban, összesen az országunknak a 178. aranyérme volt az olimpián, illetve ma délután Siklósi Gergő, neki puskázni kellett a nevét, ezüstérmet ért el párbajtőrben. Úgyhogy hajrá magyarok, szurkoljuk az olimpián is nekik, és csak felfelé. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Szabolcsnak a bemutatkozást. Tehát a Csongrád megyei 4 körzetből, hát elmondtam mind a 4 körzetben, hogy kik azok, akiket mi támogatunk. Nyilván az egyik saját magam vagyok, mint jelölt. De még egy jelöltséget hadd említsek meg. Ez a miniszterelnök jelöltség. Ugye nem csak az adott körzetben vállaltam el indulást Lázár János ellen, hiszen azt láttam, hogy a legnagyobb eséllyel, annak ellenére, hogy rendkívül boldog vagyok, hogy Hódmezővásárhely polgármesterének választottak, és szolgálhatom ezt a közösséget. Most mégis azt láttam, hogy ahhoz, hogy változás legyen az országban, ahhoz, hogy egy tisztességes, becsületes ország legyen, ahhoz minden egyes körzet számít. A 106 körzetből kell számítások szerint 56-ot vagy 58-at megnyerni az ellenzéknek, tehát a 106-ból több, mint a felét, ahhoz, hogy többsége legyen a parlamentben, és hogy végre rendszerváltás legyen Magyarországon. Minden egyes körzet számít. Az összefogás előtt nyilván az egész rendszert úgy építették fel, egy egypárti választási rendszerrel, egy egypárti alaptörvénnyel vagy alkotmánnyal, hogy kizárólag a Fidesz tudjon nyerni. Ennek a lehetősége megváltozott azonban az összefogással. Hogyha egy elleni küzdelemben méretkezünk meg, akkor bizony szinte mindegyik körzet nyitva lesz. Nincs nyerhetetlen körzet. Hódmezővásárhely, ha lett volna nyerhetetlen város az ellenzék számára, Hódmezővásárhely bizonyára egy ilyen lett volna. És megmutattuk, hogy az a város, ahol addig mindig 2/3 a Fideszt választották meg, most immár 2/3 levertük a Fideszt. Hogy a 10 egyéni körzetből Vásárhelyen 9-ben győztünk, 57-42 arányban. Tehát igenis, nincs nyerhetetlen körzet. De minden egyes körzet számít. És egy körzetet sem adhatunk fel. Idén nekem egy lelkiismereti kérdés volt, hogy bár nagyon szeretek polgármester lenni, de ha Lázár Jánosnak én vagyok a legesélyesebb kihívója, akkor el kell vállaljam azt, hogy jövő áprilisában elindulok Lázár János ellen, és ahhoz pedig most elindultam én is az előválasztáson. Van egy másik megmérettetés is, egy sokkal magasabb, egy tőlünk sokkal messzebb, egy tényleg a pártoknak a terepe, ahol sok pénz kell, nagy sajtó kell, nagy támogatás kell, ez pedig a közös miniszterelnök jelölti poszt. Miért jelentkeztem be mégis közös miniszterelnök jelöltnek is? És miért kérem én most ehhez is az önök támogatását? Én még mindig azt látom, hogy az a modell a működőképes, amit mi Hódmezővásárhelyen meg tudtunk csinálni. Ha van egy olyan jelölt, akire a Fidesz aztán abszolút nem tud semmi olyat mondani, amitől az ő szavazói igazán megrettennének és eltántorodnának, nagyon nehéz zsidó, cigány, Soros, Gyurcsány és bármi egyébbel vádolni, egy 7 gyermekes, rendszerváltás előtt is templomba járóan katolikus, konzervatív valakit, aki még 2010-ben is a Fideszre szavazott. Igaz, 2010-ben az a Fidesz, amelyet én is támogattam, még azt ígérte, hogy ha valaki belenyúl a közösbe, annak levágják a kezét. És ez a 2010-ben megválasztott Fidesz azt is ígérte, hogy elszámoltatja majd a Gyurcsány kormányt. Erre volt 11 éve, azóta sem a félkarú képviselők nem rohangálnak a parlamentben, sem semmilyen elszámoltatás nem volt, viszont a lopást azóta egy nagyságrenddel följebb csavarták. Tehát én, mint jelölt úgy gondolom, hogy ahogy Hódmezővásárhelyen sem nagyon lehetett olyan csúnyákat mondani, mert minden hazugság volt természetesen. Ettől még mondták, de mindenki tudta. Még a fideszesek is tudták, hogy hazugság. Ugyanúgy én biztos vagyok benne, hogy 2022-ben Orbán Viktort a legnagyobb eséllyel én tudnám beváltani, mint miniszterelnök jelölt. Tudom, hogy szerénytelenségnek hangzik, de hogyha megnézik ezeket az egyszerű tényeket és a Hódmezővásárhelyi tapasztalatunkat, én legalábbis nem tudtam attól a kínzó kétségtől szabadulni, amely engem gyötört, hogy még mindig én vagyok a legalkalmasabb erre a feladatra, és ezért bár ez kellemetlen, és tudom, hogy
még a pártok sem szeretnék azt, hogy legyen elszámoltatás, valljuk be. Még a pártok is sok esetben árulókat tudnak a sorai között, akiket valamiért nem tudom miért nem zárnak ki. Egy orosházi polgármester, volt polgármester a szocialistáktól, aki megbontva az összefogást 2019-ben elindult külön, szerzett 16%-ot, és ezáltal a Fidesz nyert minden körzetben, és polgármesterként is a Fideszes jutott be, míg hogyha az általunk összehozott teljes egység indult volna, akkor az összes körzetet az ellenzék nyerte volna, és a polgármester is egy ellenzéki lenne. Orosháza ma egy embernek az árulásán bukott el. Ezt az embert a szocialista párt még nem zárta ki a soraiból. Nagyon nehéz lesz egy olyan ellenzékkel meggyőzni a bizonytalanokat, akik egy tisztességes, becsületes országra vágynak, amely egy párt kivételével, jól tudom, támogatja Tóth Csabát Zuglóban. Nagyon nehéz egy olyan ellenzékkel győzni, ahol egy Ceglédi Csaba egy hiteles jelölt lehet, akiről hát most nagyjából az órá, a centit vágják, hogy mennyi idő múlva fogják valószínűleg majd lecsukni újra. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk akkor van a legtöbb esélyünk, hogyha a pártoknak az elutasítottságán is fölül tudunk emelkedni, és még azokat az embereket is meg tudjuk győzni, akik eddig az ellenzékre se akartak szavazni, hogyha meg tudjuk hitelesen ígérni azt, hogy mi a 2010 utáni óriási korrupció eltakarításáért cserébe a 2010 előtti sokkal kisebb korrupciót sem hozzuk vissza. Hogy mi nem a Fideszt akarjuk leváltani, hanem a lopást. Hát ehhez a programhoz kérem én az önök támogatását miniszterelnök jelöltként, és akkor földíznék néhány gondolatot 3 évvel ezelőttről. Ugye 3 évvel ezelőtt, amikor az összefogás először megfogalmazódott, és hál' Istennek ez a mostani előválasztás pont ennek a szellemében indult el, éppen a Mindenki Magyarországa Mozgalom és Kéz Zoltán voltak, akik 2020 februárjában ezt először komolyan felvetették a mostani választásra, és utána sorra győztük meg az ellenzéki pártokat, mire mind a 6 párt ezt végül elfogadta. 3 évvel ezelőtt, és ma is olvastam ilyet, az ÉS-ben ráadásul, tehát egy ellenzéki szerzőnek a tollából, hogy talán jobb is, hogyha nem nyer ez az ellenzék 2022-ben, mert majd mennyivel jobb lesz, hogyha a Fidesz még 4 évig uralkodik, és majd 26-ba váltjuk le. Én még emlékszem arra, hogy voltak, akik ugyanezt az ostobaságot mondták 2018-ban is. Én 2018-ban valami egészen mást mondtam. Azt mondtam, hogy Orbán Viktor éppen fölépíti azt a halálcsillagot, amivel az ellenzéki kezdeményezéseket csirájában fogja tudni elfolytani, és ebből a halálcsillagból 2018-ban már csak 3 elem hiányzott. Már csak 3 olyan terület volt, ahol az ellenzék viszonylagos szabadsággal tudott még fellépni. Ez akkor volt a sajtó. Az a sajtó, ahol még éppen az Orbánnal összeveszett Simicska fönntartotta a Magyar Nemzetet, a Lánchíd Rádiót, a Hír TV-t és néhány más orgánumot. Nyilvánvalóan önök is tudják, hogy nem csak a Simocska Birodalom veszett el azóta, de a Népszabadságot is becsukták, az Indexet is átvették, a Klubrádiótól elvették a frekvenciát, tehát ma már nem beszélhetünk szabad sajtóról. 2018-ban a halálcsillag 3 hiányzó eleméből az egyik tehát elbukott. Ma itt lehetünk és beszélhetünk személyesen, a Facebookon tudjuk közvetíteni azt, amit még szólunk, de például az én Facebook oldalamat lekorlátozták, és hiába könyörgök, nem kapom vissza. A Facebookon is a költekezések miatt a kormány előnyben van, hiszen óriási, sok-sok millió, milliárdos pénztárcával sokkal nagyobb költségkeretük van, és akkor még nem is szóltam arról, hogy például egy óriás plakátot sem kap ma egy ellenzéki politikus, vagy éppenséggel 4 évente 5 perc megszólalási időt kap egy ellenzéki párt képviselője a mi adónkból fönntartott köztévében. Tehát nyugodtan írjuk le ezt a 3. elemet, ezt elveszítettük. A halálcsillag ennyivel is tovább épült. A 2. elem, amit említettem a halálcsillagból, az az önkormányzatok voltak. Az önkormányzatok sokan most örülnek, hiszen 2019. októberében nem csak Szeged őrizte meg a függetlenségét, nem csak Hódmezővásárhely polgármestereként újítottak meg, hanem megkaptam még a közgyűlésnek is a 2/3-os támogatását, tehát leváltottuk a Fidesz 2/3-át egy ellenzéki 2/3-ra. A megyejogú városok, 23 megyejogú városból 10-ben ellenzéki győzelem volt, és Budapestnek a, azt hiszem 23 körzetéből is úgy szintén, nem is tudom, 13-16, sok ellenzéki lett, és természetesen a főpolgármesteri pozíciót is az ellenzék foglalta el. Sőt, amikor azt gondolják, hogy csak a nagyvárosokban volt váltás, és csak a nagyvárosokban akarták elzavarni a Fideszt, akkor azért föl szoktam hozni nem csak Algyőnek, Márténak, Csanádpalotának a példáját, hanem például Szegvárt. Itt most nem olyan messze, hogy a megyei
közigazgatásnak a vezetője, az a Gémes úr, aki 2019-ig Szegvárt vezette. Ő elindult Szentesen polgármesterjelöltnek. Szentes még Vásárhelynél is nagyobb arányban szavazott az ellenzékre, hiszen ott a 10 körzetből mind a 10-et az ellenzék nyerte, és Gémes úr sem lett polgármester, ezért is most a megyei közgyűlésnek ő az elnöke, ugye? Na hát Gémes úrnak a faluja Szegvár 76%-ban szavazott a Fidesz ellen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kis településeken mindenki szereti a Fidesz, szó sincsen róla. Igenis, hogyha látnak az emberek egy olyan tisztességes vezetőt, aki pártfüggetlen és ideológia független és nem lop, és hitelesebb jogprogramot kínál, akkor le fogják váltani a Fideszt. Kis településtől a nagy településig. Ha valami, akkor számomra 2019. október 13, ami az egész országnak reményt adott, számomra még egy kis szomorúságot is hozott. Ez a szomorúság az, hogy én láttam azt is, hogy mennyivel több településen győzhettünk volna. Hogy az a Mészáros Gábor, aki itt áll most mellettünk, egyetlen egy szavazat hiány lett polgármester Kisteleken. De akár Csongrád is, ahol ugyanúgy, mint Kistelek esetében, mi nem is tudtuk, hogy van számottevő ellenzék, és ezért mi, az MMM sem tudta fölkarolni és támogatni a helyi ellenzéket. Néhány száz szavazat hiány megverte az ottani szocialistából fideszessé avanzsált Bedő urat. Tehát igenis, még sokkal-sokkal több helyen tudtunk volna győzni, hogyha nincsenek, ha odafigyelünk, hogyha tudással, támogatással odaállunk, és akkor, hogyha természetesen nincsenek ellenzéki árulók, mint Orosházán. Vagy éppenséggel, mint Győrben. Bizonyára emlékeznek arra is, hogy 5 jobbikos képviselő már a jelöltállítás után visszalépett, kilépett, és azt az 5 körzetet menthetetlenül odaajándékozták a Fidesznek. Senki nem gondolja azt, hogy ma még nincs az ellenzékben áruló, sajnos tudjuk, hogy van, különösen, hogyha nem hajlandóak őket kizárni, és senki ne gondolja azt, hogy a Fidesz nem fog mindent megtenni 2022-ben. Akkor is aktivizálni fogja az árulókat, akkor is választási csalások lesznek tömegesen, ugyanúgy, mint 18-ban és 19-ben voltak. Nekünk tehát mindenre fel kell készülni. Az önkormányzatok annak ellenére, hogy nagyon sok eddig fideszes önkormányzat mára ismét ellenzéki kézbe került, vagy újonnan ellenzéki kézbe került. Ennek ellenére az önkormányzatok önállóságát, a halálcsillag egyik hiányzó elemét ugyanúgy felszámolta a Fidesz azóta. Mára ott tartunk, hogy az építéshatóságtól az adóbevételeinkig mindent elvesznek, politikai alapon osztogatják a támogatásokat. Tavaly december 24-én Szeged, Vásárhely és 21 további megyőgú város közül csak és kizárólag a tisztán fideszes vezetésével kaptak 1,4 milliárd forint ajándékot a kormánytól. Egyetlen ellenzéki sem. Vagy például önöknél a Tisza híd az meg volt ígérve. Igaz? Modern Városok programban Szeged kapott volna egy Tisza hidat. Azóta hol van? Garantálom önöknek, hogy amíg ellenzéki lesz Szeged, addig Orbán Viktortól nem fog kapni Tisza hidat. Önöknek, hogyha Tisza híd kell, akkor jövőre le kell váltaniuk a Fideszt. Velünk együtt természetesen. Hódmezővásárhelynek is le kell váltani a Fideszt. Mindenhol. Gyurcsány 11 éve megígérte Orbán Viktor, hogy el fogja számoltatni. 11 éve hiába várom. Ennyi. Köszönöm szépen, nagyon szívesen beszélgetek önnel erről. Szerjönne vissza. 2010 előtt nagyon sok kritika érhetné azt a rendszert is, de legfőképpen egy kétharmados Fidesz győzelem lett abból a kormányzásból, ami 2010 előtt volt. Nyilvánvalóan nem szeretnénk soha többet visszahozni a Fidesz, soha többé nem szeretnénk bűnözőket az ország élén. Tehát mi egy rendkívül tisztességes országot akarunk, ehhez kell az önök részvétel az előválasztáson, és ezért ehhez kell minél több olyan ember, aki nem azt pártja szerint fog szavazni, nem azt nézi, hogy éppen melyik pártnak a szimpatizása, hanem minden egyes körzetben azt az embert kell, hogy válasszuk, aki a legnagyobb eséllyel fogja leváltani a Fidesz 2022-ben. És természetesen a program sem mindegy, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy hiteles program legyen. Na, a gondolatmenetre visszatérve, tehát ott tartottam, hogy a halálcsillag második hiányzó eleme, az önkormányzatiság, az is megszűnőben van, ugyanúgy, ahogy egy fideszes képviselő ma nem a körzetét képviseli a parlamentben, hanem a Fidesz képviseli a körzetében. Sajnos a Fidesz elképzelése egy kommunista tanácsrendszer. Az önkormányzatisággal szemben azt látjuk mi polgármesterek, hogy ha kimerjük nyitni a szánkat, hogyha kifogásoljuk a lopást, ha kifogásoljuk a bűnöző migránsok betelepítését, ha kifogásoljuk Szájert, vagy Borkait, vagy Kaletát, akkor nem kap támogatást a település. Akkor a nekünk már megígért kormányhatározatban aláírt Modern Városok program elemeket elkaszálják, leállítják, és szánt szándékkal a lehető leggonoszabb, rosszindulatúbb intézkedéseket hozza akár a kormányhivatal, akár más. Na, volt egy harmadik elem, amit én akkor megneveztem, ami még
akkor független volt, vagy függetlennek tűnt, ez a bíróságok voltak. Akkor még láttuk azt, hogy van esélye annak, hogy egy bíróság akár egy fideszes bűnözőt is fideszes bűnözőnek fog nevezni és elítél. Mi változott ebben a tekintetben? Hát, hogy más nem mondjak, a legfelsőbb bíróság élére egy pártkatonát neveztek ki, akit aztán semmilyen szakmai tapasztalattal még vádolni sem lehet. Hiszen ő neki a bírói gyakorlathoz korábban szinte semmi köze nem volt. Más köze viszont van a Fideszhez. A Fideszhez rendkívül sok köze volt. Tehát nagyon kétséges az, hogy addig, amíg én itt Szegeden rendre kaptam egymás után, és egész Csongrád megyében is, sorra az elítélő ítéleteket mindig és kizárólag Lázár János legszűkebb baráti köre perelt be. Szabó Bálintól, Juhász Tüntén keresztül, a voltai edzőkig, a kastélyépítő vállalkozásig, ugye a Batidai kastélyépítőjén keresztül, ezek mind sorra pereltek be, és Szegeden, Csongrádon sorra hozták a koncepciós ítéleteket, és az igazság kimondásáért büntettek engem sok százezer forintra, amit kizárólag az önök támogatásából tudtam én kifizetni. De amikor ezek az ügyek eljutottak a legfelsőbb bíróságra, akkor kivétel nélkül fölülírták. A legfelsőbb bíróság mindig fölülírta. A legfelsőbb bíróság kimondta, hogy az a Lakatos Péter, aki sorra ítélte el és hozta a fölháborítottnál fölháborítóbb ítéleteket itt Szegeden, a legfelsőbb bíróság mindig visszadobta ezeket, sorozatban. Ugye a legújabb kalandom itt a szegedi bíróságon az volt, a legújabb előtti, bocsánat, mert azóta is volt, még folyamatosan járok bírósági tárgyalásokra, amikor Lázár János személyesen perelt be. Ugye micsoda megtiszteltetése számomra, hogy az ország egyik leghírhettebb politikusa, akit még a hát szintén tisztességgel ritkán vádolt Simonka úr is úgy minősített, hogy aztán, hogyha korrupcióról van szó, akkor Lázár Jánosról regényt lehetne írni. Igaz? Na hát ez a Lázár János, ez vette a fáradtságot, és immár nem csak a strómanjain keresztül, vagy az embereink keresztül, hanem közvetlenül személyesen is méltatott arra, hogy beperelt. Főjelenteni egyébként főjelentő például a busz tenderünk miatt is, ott a rendőrség szerencsére pecsétes papírt adott arról, hogy semmiféle korrupció nem történt, minden a lehető legszabályosabb volt akkor, amikor mi egy új buszszolgáltatót ingyenes óránkénti buszközlekedést létrehozva jelöltünk ki Hódmezővásárhelyen. No hát ez a Lázár János Perez egy bohózatban élő volt. Azt gondolom, hogy Rákosi is megirigyelte volna azt a bíróságot, amit itt éppen akkor Nánási Illés képviselt. Az első lépése az volt, hogy kizavarta a sajtót. A második lépése az volt, hogy be se hívta a mi tanúinkat. A védelem tanúi, az fölösleges, ugye? Hát az csak ott akadálykoskodik, a fölösleges nuansz. A harmadik az volt, hogy elfogadta azt a képtelenséget, hogy én akkor, amikor azt mondtam, hogy Lázár Jánosnak aktív része volt abban, hogy egy KF nevű cég csődbe ment, akinek a tulajdonosát és az ügyvédjét nem hívták be tanúnak. Tehát ezt így el lehetett dönteni. Tehát amikor én azt mondtam, hogy ő neki nem múló érdemei voltak ennek a cégnek a csődjében, amikor ő polgármesterként nem fizette ki ennek a cégnek a számláit, úgyhogy pedig még a legfelsőbb bíróság is kimondta akkor az ő egyik perükben, hogy ezzel ő vétséget követett el. Nos, ezzel én állítólag Lázár bűncselekménnyel vádoltam, de hát nyilvánvaló, hogy csődbüntettet csak a tulajdonos követhette el. Lázár János polgármesterként azzal, hogy nem fizet ki számlát, ez nem bűncselekmény. Tehát én nem bűncselekménnyel vádoltam, de a bíró egyből elfogadta, hogy bűncselekménnyel vádoltam, és itt jön a pont az íre, mivel bizonyította Nánási Illés, hogy ez hamis vád volt, azzal, hogy Lázár János ártatlan, hiszen büntetlen előéletű. Úgyhogy ha önök itt most egyesével megfognak egy golyószórót, és itt mindenkit lelőnek a téren, de eddig büntetlen előéletűek voltak, akkor akkor Nánási Illés szerint önök ártatlanok. Ugye? Tehát mondom, Rákosi megirigyelte volna ezeket a bírókat, amit Csongrád megyében, amit én megtapasztaltam. Úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor halálcsillagának ez a harmadik hiányzó eleme is, már túl vagyunk ezen. Ezt már sajnos szintén teljesen fölülírták. Tehát ma Orbán Viktor kiépítette a tökéletes diktatúrát. És hogyha bárki ezt még vitatni merészelné, annak ennek a hétnek az eseményei közül hadd idézzem egy szárnyas lónak a képében ide azt az izraeli kémfegyvert, amivel önök bármelyikének lehallgathatják a telefonját, távolról bekapcsolhatják a kameráját, a mikrofonját, adatokat gyűjtenek önökről. Ezt a szoftvert használták Mexikóban arra, hogy egy szabadságharcost, ha úgy tetszik, egy tisztességes embert a maffia be tudott azonosítani a kartelek, és amikor kiderítették, hogy hol van a telefonja feltörésével, akkor gyilkosok meg is ölték. Hál' Istennek Magyarországon most még nem jutottunk ide. Orbán nagy példaképe, tanítómestere és gazdája Putyin, ő ezen már túl van. Ott az újságírókat, a politikusokat az utcán lövik le. Mérget raknak ugye a novicsokra, tessék gondolni, vagy éppenséggel rádióaktív anyagokkal végzik ki. Ugye Litvinenkóra gondoljon.
Tehát Orbán tanítómestere igen, Orbán még nem jutott el erre a szintre. Mi mindenképpen egy olyan országban szeretnénk élni, ahol nem ez a halálcsillag uralkodik, ahol még nyugodtan beszélhetünk itt anélkül, hogy azon kívül, hogy néha egy szóbeli inzultus ér bennünket, egy nagyon kedves, szimpatikus embertől, akit nyilvánvalóan meg kell győzünk arról, hogy ő téved, békésen és barátságosan és érvekkel és tényekkel. Hál' Istennek ennél nagyobb veszély bennünket nem fenyeget. Természetesen ezzel nem akarom bagatellizálni azt, hogy ellenzéki politikusok, különösen akik veszélyt jelentek Orbán Viktorra, mindenféle lejáratásnak ki vannak téve. Én, hogyha beütöm a Google-be a nevem, akkor nagyjából 3-4 oldalnyi hazugság jön, mielőtt az igazság bármilyen szikrája megérkezne a Google keresőbe. Tehát sajnos a lejárató kampányok, az, hogy nem kapunk plakátfelületeket, hogy nem juttatnak szóhoz, hogy a városainkat ellehetetlenítik, hogy egy ellenzéki város nem kap hidat, hogy a lakásainknak a kiadásához egy aláírás nem kaphatunk, mert ellenzékiek vagyunk, mert nem tetszik nekünk a lopás. Nos, igen, itt tartunk ma. Még egy területet a bíróságon kívül hadd említsek meg, hiszen itt vagyunk Szegeden. Említettem, hogy én magam tanultam és tanítottam a Szegedi Egyetemen. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy miután már korábban, először a filozófusokat letámadták, nem tudom, biztos van, aki emlékezik erre. Ugye voltak, amikor a filozófusok voltak a melegek, a zsidók, a cigányok és a többi. Tehát akkor a filozófus volt a fő ellenség, aztán volt az akadémia is. Ugye emlékeznek arra, amikor az akadémiai kutatóintézeteket elvették. Volt a CEU. A CEU volt az egyik legnagyobb ellenség ebben az országban. És aztán most az egyetemeknek az autonómiája, a függetlensége nem csak a kancellárok kinevezésével, hanem immár az állami egyetemi funkciónak a megváltozásával, magánkézbe adásával, olyan kuratórium kinevezésével, amelynek kizárólag fideszes tagjait életfogytigranra nevezték ki. Tehát a Fidesz nyilvánvalóan fölkészült arra, hogy előbb-utóbb el fog veszíteni egy választást. Azt nem mondom, hogy egy tisztességes demokratikus választást, mert azt már meg se nyerte volna, de egy még ilyen nehezített pályán, hegynek fölfelé támadva is, ugye, hogy a pálya az lejt a Fidesznek, van lehetőség az összefogásra, van lehetőség leváltani a Fideszt, de ők fölkészültek erre is, hiszen minden egyes pozícióba, ahova fontos, először is hát az az óriási pénz, amit kicsit gyorsított tempóba lopnak, most, hogy megijedtek. Most már sokkal gyorsabban lapátolják a zsákba a pénzt. De bebiztosították magukat arra az esetre is, hogyha esetleg itt valaki egyszer majd szót emel a bűnözés ellen, Magyarország legfőbb ügyészét nem csak, hogy a teljes következő ciklust átívelően nevezték ki, hanem még a nyugdíj szabályokat is megváltoztatták, hogy még arra hivatkozva se lehessen. Ők aztán tudják, hogy mire kell felkészülni, mert ők így váltották le az elődeiket. Zsarolással, fenyegetéssel, a létszám megnövelésével az alkotmánybíróságot és a többi, tehát mindenféle trükkel bebiztosították a kizárólagos hatalmukat, majd ezt a hatalmat most bebetonozták. Az ellenzék, ha már ugye miniszterelnök jelöltként beszélek itt, akkor hadd mondjam el, hogy mik a főbb különbségek, legalább egy-kettőt, az ellenzéki pártok és közöttem például ebben a tekintetben. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy egy kétharmaddal kinevezett Polt Pétert nem lehet leváltani. Hogy Polt Péter ott maradhat a teljes 4 éves következő ciklus idejére, annak ellenére, hogy a kinevezése egyetlen egy célt szolgált, a Fidesz kizárólagos hatalmát. Még a fideszes alaptörvényben is van egy olyan pont, ami a kizárólagos hatalom gyarulásának törekvést, azt alaptörvény és alkotmány ellenesnek nyilvánítja. Innentől kezdve senkinek ne legyen egy olyan kétségesen, hogy tisztességes ember nem fogadhatja el Pót Péter kinevezését sem, és hatalmon tartását sem. Az ellenzéki pártoknak egyszerűen el kell fogadnia, hogy az alaptörvény ebben a formában alaptörvény és alkotmány ellenes, tehát az alaptörvény közjogilag semmis. Ezt az alaptörvényt médiatanácssal együtt, Polt Péterrel együtt és az egyetemi kuratóriumokkal együtt kizárólag a Fidesz kizárólagos hatalmának a megtartása érdekében hozták, tehát még az alaptörvény szerint is érvénytelen. Úgyhogy az első dolog, hogy erre az érvénytelenségre hivatkozva egy átmeneti alkotmányt kell életbe lépni, szerencsére Vörös Imre alkotmánybíró ezt már elkészítette, úgyhogy lehet róla beszélgetni, lehet farigcsálni, de ez megvan. Egy átmeneti alkotmány idején az összes Fidesz diktatórikus hatalmát szolgáló törvény és rendelkezés érvénytelen, és az ő által a kinevezett emberek automatikusan kikerülnek a pozíciójukból. Polt Péter első naptól kezdve nincs.
jöjjön végre egy olyan legfőbb ügyész, aki nem támogatja és menteketi a bűnözőket, hanem elszámoltatja a bűnözőket. Ha ezt nem tesszük meg, és ezt az ellenzéki pártokkal ezt tessék megértetni, segítsenek nekem, hogy mind a hat párt megértse ezt. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz jogállam. Egy percig se. Nem 4 évig, egy percig se. Hasonlóképpen, hogyha a kizárólag fideszesekből álló média tanácsot azonnal nem minősítjük leváltottnak, semmisnek, hiszen nem is tölthette volna be ezt a funkcióját, akkor soha nem lesz Magyarországon médiaszabadság. Akkor soha nem lesz szabad a magyar sajtó. Hogyha azonnal nem zavarjuk szét ezt a médiatanácsot, akkor a Klubrádió a következő 4 évben sem fog frekvenciát kapni, mint ahogy egyetlen ellenzéki rádió sem. Ezt is meg kell érteni az összes ellenzéki pártnak. Nekünk most kizárólag olyan kormányváltásban és rendszerváltásban szabad gondolkodnunk, amit egy kíméletlen elszámoltatás követ. Ehhez kérem én az önök támogatását. Nos, köszönöm szépen! Most, amikor az összefogásnak a legfontosabb kérdésekben az egyetlen esély biztosítja, az összefogás biztosítja számunkra az egyetlen esélyt. Amikor egy ilyen mély szakadékba kormányozták az országot, amikor egy ilyen diktatórikus rendszer épülhet ki Magyarországon, ebből a gödörből a kijárat nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé. A jelszavunk is innen van, a kijárat Magyarország számára a felemelkedéshez nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé. Kérem, hogy támogassanak ebben bennünket. Támogassák a Mindenki Magyarország a mozgalmat, támogassák a jelöltjeinket, Mészáros Gábort, Tóth Szabolcsot, jó magamat, és természetesen az itt most szabadsága okán megjelenni nem tudó Szabó Sándort is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, maradjanak itt, beszélgessünk egy kicsit, iratkozzanak fel támogatónak, segítőnek, aki csak tud, segítsen nekünk az igazságot eljuttatni minden magyar postaládába. Szegeden nincsenek kétségeim a felől, hogy ki fogja jönni a 22-es választást, de jöjjenek velünk ki vidékre az itt lévő aktivistáinkkal, Tomka Bélával és Csányi Zitával, a Szegedi Kossuth körnek a vezetőivel, segítsenek nekünk a szomszédos településekhez is eljutatni az igazságot a nyomtatás formájában, jelentkezzenek szavazatszámlálónak, hiszen annak is óriási jelentősége van. Azokban a körzetekben, ahol nem volt független szavazatszámláló, a 11 ezer körzetből több mint 5000-ben, 2018-ban nem volt Fidesztől független szavazatszámláló. Segítsenek nekünk, hogy minden körzetben legyen 2. Önök is mindannyian alkalmasak. Látom önöket, mindenki alkalmas szavazatszámlálónak. Szegeden biztos leszek benne, hogy nem lesz csalás, itt megoldjuk. De menjenek ki Ásotthalomra, menjenek ki Mórahalomra, menjenek ki Zsombóra, menjenek ki az összes településre a környéken. Ott is minden körzetben kell 2 független szavazatszámláló. Ebben is legyenek a segítségünkre. Segítsenek nekünk megakadályozni a választási csalást, segítsenek eljutatni az igazságot minden egyes településre, és jelentkezzenek aktivistának. Pultozni, szórólapozni és eljutatni az igazságot polgártársainkhoz. Köszönöm szépen, és még erre az egy szalagra szerettem volna felhívni a figyelmüket, ezt önök is kitűzhetik, ez a korrupció ellenes küzdelemnek és egy elszámoltatási igénynek a kék szalagja. Mi ehhez a tisztességes országhoz keresünk jobb és baloldali embereket, tisztességes, becsületes magyarokat. Kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ott lehet Katalinnál ebből venni. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek.